a témához is, amit Szenci Sándor felvetett, hogy a lehetséges, vagy a lehetetlen is lehetségessé válik. Azok a gondolatok jutottak eszembe, miközben hallgattam a beszédét, hogy van a filozófia történetben is, én magam filozófia szakot végeztem. Egy olyan teológus, aki megjárta a poklokat is, és aztán felemelkedett többször is, visszaesett, de Isten valószínűleg újra szólította, és még egyszer szólt hozzá. Szent Ágoston és néhány gondolatot, Augustinus Szent Ágostonként ismert a filozófia történetben, néhány gondolatot mondanék tőle, aki azt emeli ki, hogy ugye Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Teremtette először is húsvérembernek, bele tette mindazt, ami a természetben is benne van, ugye az anyagiságot, a természeti törvényeket, amelyek ott lüktetnek bennünk, hiszen bennünk is ott vannak az ösztöneink, az érzéseink, és mindaz, ami a természethez köt bennünket. Tehát életet adott az embernek, ugye ez az élet, a természet részeként teremtette meg. Ugyanakkor adott neki más képességeket is. Hát, tehát az életen kívül még kettőt, Ágoston szent szavai szerint. Szent Ágoston azt mondja, hogy az élet mellett kapott az ember tudást, észt. Tudást, hogy a természetből kiváljon és próbáljon meg alakítóként, a természetet alakító lényként fellépni, hogy alkosson, képes legyen a saját akarata szerint alakítani a körülötte lévő dolgokat. Gépeket hozzon létre, olyan gépeket is, amelyek adott esetben életben tartanak egy embert, ugye? Tehát ez is egy óriási csoda és áldás, amit Istentől kaptunk, és még adott egy harmadikat, ugye, tehát az élet tudás mellé, ezt pedig úgy nevezik Szent Ágoston, hogy akaratot. Aztán, hogyha tovább olvassuk, akkor ez tulajdonképpen hitet jelent, és hogyha tovább értelmezzük a szavakat, akkor meg tulajdonképpen azt, ami tulajdonképpen az egészet megalapozza, vagyis szeretetet, ugye a Szentírásból is ezt tudjuk és ezt tanultuk. Tehát az élet, a tudás önmagában semmit nem ér. Az élet, ugye azt tudjuk, hogy a bennünk lévő természeti törvények azok hajtanak bennünket, erőt adnak, hogy bizonyos dolgokat megtegyünk, de ugyanakkor ebből származik leggyakrabban az önzés is, hogy önzők vagyunk, és kicsavarjuk a másik kezéből az ételt, mert azt diktálja nekünk a természeti létünk. A tudás, azt is tudjuk, hogy nagyon nagy áldás, de önmagában az sem elég. Mert a tudásnak is megvan a negatív oldala, az a gőg, amit azok, akik elhiszik, hogy csak a ráció és a tudás van a világban, azok elhisznek magukról. Tehát semmit nem ér az egész, ugye, hit nélkül és szeretet nélkül, akarat nélkül, amely az embert arra készteti, hogy lemondjon az önzésről, hogy értelmesen és áldással használja a tudásnak az adományát, amit Istentől kapott, és közösséget építsen. Közösséget építsen, mert a közösség az mindig a jó irányába, vagyis ugye keresztény emberként azt mondjuk, hogy Isten irányába mozdít el bennünket. Tehát közösséget építeni, a jót célul kitűzni, ehhez felhasználni mindazt, amit a természet ad számunkra, illetve amit a tudás, az ész adott számunkra, ez a célunk. Én, mint az iskola igazgatója, én el szeretném önöknek mondani, hogy részemről és az intézmény részéről támogatjuk mindazokat a tetteket, amelyeket benne látjuk, a jó felé való elmozdulást, és segítjük azt is, hogy ezek a gyerekek, akik innen a közösségből kikerülnek, azok tudjanak szerezni olyan tudást, amelyeket ha jó irányba használnak, akkor közösséget tudnak kiépíteni. Tehát szeretettel köszöntjük még egyszer önöket, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak.